Én tulajdonképpen ettől a nyakkendőtől egy kicsit elhatárolódom. De azt mondta a stylistom, hogy ez most a trendy. Elmegy ez, elcsusszan. Fiataloknak tetszik, ugye? Én kicsit olyan furcsán érzem magamat. Az ingem az, mint egy FD5-os aktivista, NDK, illetve mint egy Interflug pilóta, de mindegy, nem érdekes. Ferde, hát... Anyakendőm? Anyakendőm Ferde? Kösse meg maga! Gyönyörűm, ide beülök. Mióta vagytok együtt? Csak barátok, de dolgozol a problémán. Hölgyeim és uraim! Önök pillanatokon belül Magyarország legnézettebb show műsorát látják. Jó szórakozást kívánunk! És most az RTL Klubon Budapestről, ez az esti showder Fábri Sándorral, Kutbert Péterrel és a Showder Benddel. Ma este a Showder nagy bőkévesenye. Aztán a legközösebbek, a legokosabbak, a legszexisebbek. Jönnek az ország legszebb fiátlányai és a Monteverest meghódítója. Az első magyar hobbihegymászó a világ tetején, Jelinkó Attila. A Showder zenei színpadán élőben a Queen Bee. Hölgyeim és uraim, az RTL Klub 3-as stúdiójában most pontosan 179. alkalommal, immár 9. esztendeje, még mindig az ország első számú showmestere, Fábri Sándor. Korcsolyázni, az marha jó! Jó estét kívánok, kezi csókolom, megkezdjük az estvéli zavarkeltést. Szokásunkhoz híven a humor bombonokat tartalmazó bombonier felnyitásával és az ebből történő nassolgatással, szemezgetéssel, fogyasztással, használással. Hát ennyi. Így pillanatnyilag. Egy paraszt gazdaságba megszorító intézkedéseket vezetnek be. A gazda megbízza a kutyát, hogy beszélje az állatokat, hogy tegyenek különböző felajánlásokat. Kicsit, mint régen ugye a Stahanovi normatív időkben. Azt mondja a tehén, én fele annyit fogok enni, és kétszer annyi tejet adok. Nagyon jó. Azt mondja a csirke, én napi 2 tojást tojok, dupla sárgájával. Well. Azt mondja a disznó, én hetente csak egyszer kajálok, és mégis többet fogok hízni. Oh. A ló ottás panglizik, nézelődik. Kérdezi a kutya, és te nem ajánlasz föl semmit? Azt mondja, én nem. Azt mondja, miért? Hát azért, mert amit ti ezért kapni fogtok, az nekem már itt van a lábam között. Egy kanibálos területen elkapják a misszionáriust, megfogják gyöngéden, behelyezik a bográcsba. Egyszer csak az egyik hoz még egy bunkot, és pif, 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 háromszor jó fejbevágja. Mire mondja a másik, hát most már úgy is főzzük, hát miért kellett háromszor fejbevágni? Eszi a krumplit. Ez nem baj, ha továbbhat. Van ez így mással is. Legutóbb, vagy talán egy adással korábban, volt nálunk egy túsztárgyaló. Ugye? Ez egy nehéz dolog. Adja Isten, hogy minél kevesebb túsztárgyalóra legyen szükségünk ugye a jövőben. Tehát mi van akkor, hogyha a mindennapja itt átszövi az ő szakmája a túsztárgyaló? Például reggel a fürdőszobára várva. Tudom, hogy oda bent vagy. Janka gyereki, és senkinek nem esik bántódás. Piacon. Kérem, gondolja meg. Ne tegyen olyasmit, amit később meg fog bánni.
Érnek ezek a paradicsomok 200 forintot? Nem kérek karalábét, nyugodjon meg. BKV. Higgyel, én azért vagyok itt, hogy segítsek, de sajnos akkor is otthon hagytam a bérletemet. Klozet előtt. Nézze meg, mutatom a zsebemet. Nincsen nálam apró. Most szép lassan bemegyek, és húgyozni fogok. Rettenetes újabban a turbulencia és a rotáció a rendőri állományban, de végre valahára felszállt a füst, szörnyű napokat töltöttünk rendőrkapitány nélkül. Most végre lett egy országos rendőrkapitány, aki a pénzügyőrségtől érkezett. És alanyi és szerelmi költő. Bence József Gyulának saját verses kötete jelent meg. Azt hiszem, hát végül is az ország első rendőréről van szó. Talán megérdemeljük, megérdemli, hogy művészetén keresztül jobban megismerjük őt. Az egyik versnek az a címe, ok-okozat törvénye. Bármit teszel, nem marad el az adósság rendezése. Így, tehát sallangmentesen a képünkbe vágja a témát. Tanulj abból, ha fizetned kell, mert adósság a vége. Én sem értem teljesen. De érezzük. Ha boldog életre vágyol, ültesd el annak magvait. A múltban hozott döntésed ma fejti ki hatásait. Kicsit ilyen Czeisel Endrés. Egy részlet a Harmónia című versből. Nem szívhatsz levegőt, ha azt ki nem fújod. Émeítő! Émeítő! Tehát ebben a természeti képpel indul. Nem szívhatsz levegőt, ha azt ki nem fújod. Analógia, párhuzam. Csak addig szerethetsz, amíg meg nem únod. Van egy finom kis erotikus áthallás, a következő szerelemláng. Ez akár egy Kozsóvers is lehetne. Szerelemláng. Pezsdülő vérem, millió fákja kormos csonkja. Lobog a lángja. Nem könnyű, itt, ez többször, tehát ezt ízlelgetni kell. Tehát nem önökben, egyszerűen időt kell adni, hogy a Winchester katedrába behatoljon a szoftver. Éltető szellő csókkal táplálja. Szerelmes tüzem lobogó lángja. Dr. Nagy János vezérőrnagy 50. születésnapjára. Oh man! Messze a megálló. Pont. Tehát ezt így. Messze a megálló. 50 csak egy tábla, amely a lassítást parancsolón ajánlja. Tehát ilyen közlekedésrendészeti élmények, és filozófiai magasságok. Ugye, hogy 50 felé már azért egy kicsit vegyünk vissza a tempóból. Én visszaveszek magamtól is, mert nem bírom. Ugye, ahogy drága Feri nagybátyámat kérdezték 80 éves korában, hogy hogy van Feri bácsi, áll-e még a jegenye, azt mondta, az még csak a tüdő. És végezetül, ugye hát azt most nem is említem, hogy a saját barátnőjének utalt ki 3x4 jutalmat. Egy nagyon hasonlóba ez a Wolfowitz nevű világbankos ember már meg is bukott. Nem beszélve a japán mezőgazdasági miniszterről, akinek délelőtt megmondták, hogy valami nem stimmel a budgetba, és nem volt vizsgálóbizottság, meg 20 évre titkosítás, meg beszéljük meg a problémát, este fölakasztotta magát sallangmentesen. A stande pityere! Hopp!
Kérem tisztelettel, a görögöktől sallangmentesen kikaptunk 2-0-ra. Semmi komplikáció nem volt. Várhényi Péter szövetségi kapitány a következőképp fogalmazott. A vereség ellenére nem vallottunk szégyent. Tehát figyeled? A középpályán többször mező fölényt harcoltunk ki. Voltak passzaink, lövéseink, helyzeteink. Megvolt az eltervezett játék. Erre a meccsre lehet építkezni. Következzen néhány részeredmény. Mondjuk egy Málta elleni 6-0-ás zakó után. A meccserében sokat fejlődtünk. A meccserét a öltözőbe gyakoroltuk. Most már senkinek nem akad be a feje. Mind a 11 játékos kitalálta öltözőből. Hibátlan középkezdéseket végeztünk el. A pénzfeldobásoknál 12-ből 10-et hoztunk. Senki nem kapott torokgyulladást a hűsítőitaloktól. Mi is lőttünk szögletet, és még gólt sem kaptunk belőle. Sorfalépítésben azt kell mondja, világszínvonalon állunk. Külön kiemelném, hogy minden mez be volt tűrve a nadrágba. Ami még a kulturált európai fociban is szokatlan. És a játékosaink csak a partvonalon kívül és háttal fújták az orrukat. És a legfőbb. A vízelet visszatartásban óriási áttörést értünk el. Most már a fél időközben legfeljebb 3 játékosunk kéreckedik ki vécére. Azt tervezzük, hogy a következő meccstől nem vihetnek majd be a pályára mobiltelefont, mivel sokan védekezés helyett SMS-eznek. Ja, az milyen ez a lengyel pasas? Fölébred 19 év kómából. Mi meg itt vagyunk 17 éve 10 millióan. Azt mondta a krapek, mikor elaludtak, akkor csak ecetet lehetett venni a boltban, meg filteres teját. Most meg minden van. Hát mondom, ha mindez Észak-Koreában történt volna, nem igen vettél volna észre semmit. Jó van. Hölgyeim és uraim, ha eddig nem lett volna nyilvánvaló, a hazai politikai életben megjelent a fekete mágia. Vudozás, kormányzati jósda. Hozzátéve természetesen, hogy ez a csávó szerintem egy gyakorló elmebeteg. Tehát tulajdonképpen inkább csak, annyi, azért komolyan nem érdemes róla beszélni. Ez a Szilvási Györgynek a testvére, Szilvási Péter. Ugye? Azt mondta, hogy az augusztus 20-i vihar az Orbán Viktor által gerjesztett gonosz, fekete, mágikus erőknek volt az akna munkája. Na ez nekem szöget ütött a fejembe. Emlékeznek, mikor Horn Gyula lefejelte a IFA-t? Na várjál! Az elírás nem IFA volt, UFO. És utána nem is lett neki semmi baja, hanem avval a fejéretett fényernyővel tudott ő kommunikálni a földön kívüliekkel. Vagy ott volt Orbán Viktor a kolbásztöltő verseny. Azt hiszik, az egy szimpla kis kolbásztöltő verseny volt? Vudu szertartás volt. Ilyenkor az ország és a párt bajait, gondjait jelképesen beletöltötte és bezárta a belegbe. Emlékeznek a... Na, Ferenc testvér tánca. Ugye én is bemutattam. Félre voltunk vezetve, gyanútlanul nézdögeltünk. Mi volt ez? Sámán tánc. Ezzel babonázta meg a fél országot. Most meg emberáldozatokkal próbálkozik. Az egyedüli, akinek nincsenek természetfeletti képességei, Lendvai Ildikó. De neki olyan a természete, hogy nincs is szüksége rá.
megtudtuk, nagy tisztelettel, csak a szépre emlékezem, nagy tisztelettel. Gergényi mindig ezt mondja. Tehát nem az, hogy kilőttük a szemét, meg a nyugdíjasokat megvertük, meg lekönygázasztuk, ezekről nem emlékszik, csak a szépre emlékezik, nagy-nagy tisztelettel. És most Pintér úrral közös utazási irodát nyitnak. Minden egy, mondja Hanvas Béla, csak tiszta forrásból. Hát próbáltuk elképzelni, hogy hogyan dolgozik a Gergényi and Pintér Tours. Szlogen? Üssük el együtt az időt. Mire bevész az irodában, már tudják, hova akarsz utazni. És már folyamatban van téve a vagyonvizsgálatod. Gyülekezőnél az idegenvezető esernyő helyett gumibotot tart a feje fölé. Gyülekező, majd oszlatás. Újra gyülekező, az oszlatás alatt mindenki körözöttnek számít. Az oszlatás ideje 48 órával meghosszabbítható, és közben nem lehet telefonálni. Az idegenvezető felismeréséhez fantomképet biztosítunk. Közös délelőtt a rendőrzenekarral. Fújja meg egy szabadon választott rendőr hangszerét. Partner kapcsolatok létesítése könnyen, gyorsan. Éjszakai járőrözés az erkölcsrendészet dolgozóival. Ez kötelező. Táncshow, gumibotozó a készenlétisek előadásában. Gyermekprogramok, lufi fújás, szonda fújás, mini vízágyú park, vipera simogatás. És pónilovas rendőrök! Számháború azonosító nélkül. Bujócska láthatósági mellényben. Ki lőtt móron? Játékos vetélkedő. Üdülési csekket, büntetést elfogadunk. Hát kérem tisztelettel, már nem tudom elkerülni, hogy a legváratlanabb pillanatokban egy amatőr paparazzi le ne fényképezzen, eljött velünk evezni. És neki az, hogy a letolom a gatyáma, hogy mindenki azt neki főkő venni. És erre van fogadókészség. Nem látták? Na mindegy. Leszarom. Nem változtatok az életmódomon. Elvesztettünk egy drága embert, Darvas Ivánt. Sokszor volt szó róla, hogy eljöjjön a műsorba, ez hol azért, hol abazért, hol emezért nem valósult meg. Engedjék meg, hogy egy történettel emlékezzem rá. 2 órát töltöttünk a Budapest szállóban, mintegy az ő látogatását előkészítendő. És akkor mesélte nekem Darvas Iván a következő történetet. A dolognak van annyi előélete, hogy én tudtam róla, sőt rádiókabaréba is meghívtam ebben az ügyben, hogy ő mindig házakat tervezett papíron, de sosem építkezett. Na mondom, most mi van az építkezéssel? Belevágtunk. Vettünk egy csodálatos telket, ismerősökön keresztül egy alkalmas kivitelező bukkant fel, valahonnan Pilisegresről, Bauman úr. Bauman úr felvonult teherautókkal, állványzatokkal, nyersanyagokkal. Hát mondom, Bauman úr, valami előleged, művész úr, szó sem lehet róla. Jártunk, felszépen emelkedtek a falak, mondom, Bauman úr, valami művész úr, szó sem lehet semmi előleg. Már a tető felé konkludáltak a dolgok, minden arra mutatott, hogy itt egy ház készül. Egy novemberi délutánon felmegyünk, Bauman úr leszegett fejjel sétál fel és alá, mint bajnok pázmán. Mondom, mi van, Bauman úr? Ha, művész úr! Január 1-től a faanyagok 80, de lehet, hogy 140%-kal emelkednek. Mennyi pénzre volt? 5 millió forint. Átadtuk. Azt hittem, az 5 millió forint átnyújtása javítja Bauman úr hangulatát. Nem így történt.
Bauman úr továbbra is leszegett fejjel sétált fel és alá. Mondom, mi a Bauman úr? Hűvész úr, januártól a burkolóanyagok 85, de lehet, hogy 140%-kal emelkednek. Mennyi? 8 millió. Átnyújtottam 8 millió. Nem részletezem. Átnyújtottam 22 millió forintot Bauman úrnak ezen a ködös novemberi délutánon, és soha többet nem láttam. Próbáltam felkeresni Pilis Egresen a mondott telephelyen, egy gazos telken, egy deszka bódi. Akkor tudtam meg, mi az a korlátolt felelősségű társ. Hát utána lekísértem a parkolóba, azt csak fütyülni tudom. Na, hát Darvas Iványra emlékezzünk ezzel a történettel. Hölgyeim és uraim, ne feledkezzenek el arról, e-mail címünk a képernyő alján látható, hogy várjuk a legkülönösebb, furcsább, körmönfontabb, rafináltabb, trükkösebb, viccesebb, mókásabb Guinness rekord kezdeményezéseket. Én magam az első alkalommal soha nem látott mennyiségű savanyú káposztát fogok elhelyezni a nadrágom bal zsebében. Hölgyeim és uraim, ma este egy igazán különleges sódernek lehetnek szem és főtanúi, de mikor nem különleges ez a mi sóderünk, hiszen megmutatjuk önöknek az ország legszebb egyetemista lányát és kettő darab gyönyörű udvarhölgyét, akiknek zavarbaejtő szépségük mellett van sötnivalójuk is. Jön tehát a Miss Universitas szépségverseny győztese, Hutkai Brigitta és udvarhölgyei Németh Barbara, valamint Pataki Ágnes, és ezt a kezdet, hiszen ma esti sóder igazi különkiadás már megint, mert jön az ország öt legmulatságosabb, legfelkészültebb, legbelevalóbb vőféje a legautentikusabb zsűrivel, de hogy ki lesz a legjobb, azt a végén önök döntik majd el. Jön tehát a sóder nagy vőfé versenye öt darab vőféjjel. Zenei színpadunkon egy igazi különlegesség, a Quimby, és ez még mindig nem minden. Bemutatjuk önöknek azt a fiatalembert, aki hobbi hegymászóként, első magyarként, magyar állampolgárként, de ha másodikként, azzal is kiegyezünk, jutott fel, mit feljutott, felsettenkedett csendben, egyszer csak ott volt a Mount Everesten, Jelinko Attila. Most Kuszber Péter űzi Luandát és a Sóderbendet, mi pedig azonnal jövünk a Design Centerrel. Jöjjön el a legendás Sóder stúdióba, és vegyen részt a show felvételén. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodákban. Keressük az ország első számú karaoke sztárját. Ha nem mindennapi énektudással és annál is több exhibicionizmussal rendelkezel, és szeretnéd elvinni az 1 millió forintos fődíjat, várjuk jelentkezésed. Esti Sóder, a nagy karaoke bajnokság. Nem sokára itt, az RTL Klubon. Hölgyeim és uraim, a mai alkalommal egy klasszikus vegyes Design Centerrel jelentkezünk. Na fiatalok, was ist das, sto eto, keszköszi? What is this? Habverő, ugye? Habverő, de nem csak. You know? You must be creative man. Kérlek szépen, véletlenül van nálam egy pec fejlámpa, nincs jelentősége. Ezzel szoktam sátrat verni ittasan. Na most ezzel elmész a diszkóba. Érted? És egy személyes stroboszkóp. Nézd meg, hogy micsoda valósággal a csajokat megdémonizálod ezzel. Egyébként jól működik. Ahol fát vágnak, ott hullik a forgás.
egy kedves nézőnket megihlette valamelyik elbeszélésem. Ez egy családi történet, volt egy idős, ám de részeg, viszont büdös néni, aki vigyázott rám gyerekkoromban. És szilveszterkor anyáik elmentek mulatságba, reggel 5-kor hazajönnek, benyitnak, és Mária néni éppen mesél. Én éber vagyok, mint a csík, és a következő mondat hangzott el, és jött a boszorkány a szőrsapkája. És most egy kedves nézőnk erre való tekintettel elküldte nekem ezt a sapkát, amit most megpróbálok kulturáltan levetni, mert az én fodrászom piros ilyenkor már a szamuráj kardját feni, és beledől. Pudréjé telefon, kisgyerek. Érted, hogy közben is sem, még nézed érted magad? Érted addig? Ez az izé Bódi Szilvi mondta tévébe, Bódi Szilvi azt mondta a tévében, csábom 1 milliós konyhát csináltatott, de főzni nem tudok, ezért szakácsot fogadunk. Hát mondom, érdemes volt. Kész. Tényleg. Na, szóval, ez egy működő telefon, ez pedig egy telefonnak látszó, tessék, úgy látom érdeklődés mutatkozik, úgy a kamerának szépen. Hoppáré, vigyáztam! Az pedig egy sminkszett. Tehát ezzel lehet. Na jó, hát akkor elmondom röviden. Mi a különbség Bach és Maszkányi között? Bach tudott 2 éves korában Maszkányi, de Maszkányi nem tudott 2 éves korában Bachni. Egy valódi tükör telefon és egy telefonnak látszó festékes szett. Ez tetszik, ez karaj, ugye? Jó, mert öreg azt, hogy este is tud belemenni az ABC-be. Érted? Nem ütik el. Nem? Érted? És hogyha valamit mondjuk beleszórsz, hát legyen az egy pinaszőr sapka, akkor lehet változtatni a fényviszonyokat. Dehogy nem. Hát, na várjál, benyúlunk. Szóval ez egy ilyen bevásárló szatyornak, egy porszívő porzsáknak és egy lámpának a kombinációja. De ez valami központi porszívó zsák, nem? Tehát ez valami, nem? Hát ezzel gyakorlatilag egy plázát ki lehet porszívózni a zsákba. De én arra gondoltam, hogy ez lehet ilyen kreatív. Tehát lehet a hangulatot fokozni, hogy így átdöfölöd. Nem, hogyha túl sötét. Nem jó? Vagy pedig lehet bele mintákat beletenni. Nem tudom én, egy rombuszt. Például egy ilyen szép rombusz motívummal meg tudjuk kreativizálni. Kétdimenziós kép, two in one. Szent Márton. Nem volt nála pénz, odaadta a fél köpenyét a koldusnak. És később megjelent neki maga a főnök, Jesus Christ, ebben a fél köpenyben. Ez az egyik motivum. És itt van maga a Jóisten, nézd meg. Kicsit úgy néz ki, mint Pap Lajos szívsebész. Egy ilyen elefánt ösztökélő van a jobb kezébe, vagyis a jobba. A balban meg szerintem egy ilyen magyaros országalma. És van aztán egy ilyen csodálatos távol-keleti diszkó Jézuska, egy majdnem blondel keretben. Na, haladjunk a lámpák vonalán. Tehát ebben az a jó, hogy ha hosszan be van kapcsolva, amire most nincs időm, a nagy meleg hatására ebbe ilyen bőrdarabok. Mintha a fürdőkádba manikűrözöl és pedikűrözöl, akkor ebbe az olajgélbe, ebbe a trutymó ágyazatban diffundál, oszcillál és száldos ez a bőrmaradvány. Na de most figyelj! Tehát ha az olajat kiöntöd belőle,
akkor zúg alkoholistáknak, ugye, amikor már otthon nem szabad inni, és kreatívnak kell lenni, ugye, úgyhogy ezt így meg lehet oldani, és ugye ez menetes, és ezért ide is a pohárnak ebbe a csücskébe is egy menetet bele kellett vágni. És egy hatalmas újítás van benne, hogy ő nem külön gyártott üveghengerrel dolgozik, hanem egy üveget vett, mit tudom én, két le, hamarabb lesz euró ott is már. Nem, én úgy látom, már mindenütt lesz euró. Jaj. Azt mondta a hang is elemér, aki azt hittem okos ember, hogy majd a Clinton jön ide elnöknek. Hallották ezt? Szép. Soros meg lesz a pénzügyminiszter. Miért eddig nem ő volt? Hú, de merész! Hú, de merész! Na most mindazok a digitális funkciók ma már egy fél mobiltelefonban benne vannak. Telefon. Halló. Korrektem. Működik. Na most, ha valakit keresnek, valakit, halló, hogy itt honnan, Smucelka, nem tudom, megnézem a fürdőszobába. Leteszed, és addig ad zenét. Addig adod neki a zenét. Természetesen Fűr Elíze. Ettől tudok ölni, a Fűr Elizétől, meg karácsonykor az Ó-Tannenbaumtól, amikor már novembertől nyomják, midiszkoritmusban. És mire már karácsonyfalak kerülsz, már tikkelsz egy picit, hogy Ó-Tannenbaum. A cigitartó jól van megoldva, lehet, hogy nem is cigitartó. Mert mi van, ha ceruzák vannak? Lehetne ceruzatartó is. Most mi lesz a fordulónál? Megoldja! Ez lehet ilyen kínáló is. Tehát mit tudom én, négy vendég jön, akkor négy sosbogyorót. Tehát egy ilyen szolid kínálás. Itt van egy fiatal pár. A csaj fúgolázik, hát nem azért. Ez még rendben van, de a csávó miért szakszizik? Régen mondtuk, hogy a Moszkva téren találkozunk a gombánál. Ez a gomba az óra alatt. Tehát ezek erősen itt randíznak. Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a Design Center. A sódervadalunk száma a képernyő alján látható. Hölgyeim és uraim, ma este nálunk láthatják azt a fiatalembert, aki egyszeri broker létére szép csendben az első magyar hobbihegymászóként folyamatos életveszéllyel dacolva felosont a Mont Everestre. Jön egy igazán furafazon, egy igazi őrült, Jelinkó Attila! Férfi nézőinknek már nem kell sokat várniuk, hiszen perceken belül belépnek a stúdióba az ország legszexisebb, leggyönyörűbb egyetemist, a hölgyei, akik okosak, mosnak, minden, sütnek, főznek, integrálnak, portörölnek, és részecske gyorsítót építenek. És kezdünk nem sokára az ország öt legjobb büféjével. A színfalak mögött már egytől egyig várják, hogy megmutathassák, mire képesek, és bebizonyítsák önöknek, ők nyerik majd a Magyarország legjobb büféje címet. De hogy ki lesz a befutó, azt hamarosan önök is meglátják. Itt a Schoder nagy büfé sójában, öt fővel. Innen folytatjuk, ne menjenek messzire. Férfiak ezrei hevernek a lábuk előtt. Szépek, szexisek és okosak is. Csak a Schoderben. Jönnek az ország legszebb diáklányai. Aztán kezdetét veszi a verseny. Jön a Schoder nagy vőfély versenye. De ki lesz a győztes? Az esti Schoder azonnal folytatódik a reklám után itt az RTL Klubban. Jöjjön el a Schoder stúdióba és élvezze a poénokat az első sorokból. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodákban.
Ha képes vagy bármilyen speciális eszközzel vagy testrésszel sört nyitni, ne csak a barátaidat kápráztasd el. Mutasd meg tehetségedet az egész országnak, és vidd el a fődíjat, 10 karton sört. Várjuk jelentkezésedet az alábbi címeken. Esti Sóder, a nagy sörnyitó verseny. Hamarosan az RTL Klubon. Sztárok, sztorik, fazonok, különkiadások, botrányhősök, politika, közélet, és a show folytatódik. Tabuk nélkül Magyarország legnézettebb talkshowja vadonatúj nézőkkel az RTL Klubon. Minden napi sörömök az aranyászokkal. 7 hát címkével garantált minikorsót kapsz, és megnyerheted a 7 aranykártya egyikét. Mióta gazdám Berlingóval jár, én is más szemmel nézem a világot. Hatalmas ülésben fekhetek, a csomagtér óriási, de a Berlingók kevesebbet eszik, mint én. Aztán jön a család, és én megint kicsinek érzem magam a sok csomag közt. Berlingó családbarátáron akár 1.160.000 forint kedvezménnyel. C4 1 millió forint. Sara Picasso 1 millió 500.000 forint kedvezménnyel. El sem tudja képzelni, mi minden tehet önért a Citroën. Az élénk színek jól állnak nekem. Halványabb? Miért ne? De fakó. Miért nem marad az élénk szín egyszerűen élénk? De marad! A Tommy Color Gélt egyenesen a ruhák közé teszed, és jön a Tommy színvédelem. Kiválóan tisztít és megóvja a színeket, még számos mosás után is. Élénk narancs. Elég sokszor mostam. Bizonyám, Tommy Color Gélt többet ésszel, mint pénzzel. A világ elküldi nekünk a legexotikusabb fantáit. És cserébe megkapja a mi legexotikusabb cuccunkat. Fényen fantázok, olyan el? A mi fantáink itt maradnak, sőt, elhozzuk a világ leghúzósabb ízeit is. Először itt az új Fanta Mango. Játsz még! A molyok egész évben fenyegetik ruháit. Ellenük készült a Red Protection. Cserélje különleges illat és forma variációit évszakról évszakra, és védje meg ruhatárát a molyoktól egész éven át. Red Protection. 4 évszak, 4 féle védelem. Rontó általános felülettisztító, egy megoldás különböző felületek tisztítására, a fától az üvegig. Nincsenek csíkok és minden tiszta. Rontó általános felülettisztító. Talán érdemes vele hosszú távon tervezni. Van benne valami vonzó. Olyan kifinomult, és közben árad belőle a biztonság. Akár egy-két gyereket is el tudnék képzelni vele. Remélem, nem csak az autója ilyen. Auris. Az új Toyota. Számla érkezett. Hívja a Providentet 0640 50 50 50. Gyors kölcsön készpénzben. 0640 50 50 50. Venite donne, nuovi bertolli, nuovi bertolli! Signora. Új Bertolli tészta szószok. A család ízlésére finomítottuk. Vörös szemre. Használja a Vizint. Megnyugtatja és felfrissíti az irritált szemet. Vizin vörös szemre. Életet ad a szemnek. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Hozza régi autóját! A Suzuki-nál most 500 ezer forinttal többet ér. Suzuki, a mi autónk. Az élet habos oldala. Gyere! 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 Lehet ízletes egy tál friss saláta? Nem, nyúltát. De lehet. Csak néhány érett paradicsom kell hozzá. Inkább koktélparadicsom. Ez az. És sült fűszeres kenyérkocka. Sült? Inkább olajbogyó. Garnélarák. Némi borecet. Nem. Citromlé. Só. Só? Nem kell. És az egészet megkoronázzuk Globus Light majonézzel. Amely omega-3 zsírsavat is tartalmaz. Globus Light? Ez biztosan Globus Light. A salátát te állítod össze, de Globus Light majonézzel lesz igazán kész. A DAV megkért néhány valódi nőt, hogy használja az új DAV dezodort 7 napon át. Vajon mit mondanak a 7. napon? Bársonyos, sima, finom érzés. Hatékonyan véd és ápol. Láthatóan puha és bársonyos hónai. 7 nap múlva újatlanban. Új DAV dezodor. Keresse a DAV dezodorokat Wilkinson Extreme 3 Beauty női borotvával. Jelentkezz! Bármit megmutathatsz, amiben igazán jó vagy. Küldd, hogy csillag születik a 0620 555 22 22-es telefonszámra, vagy kattints az rtlclub.hu/csillagszületik oldalra. A tehetségkutató szómisor legjobbja egy éven át havi 1 millió forintos ösztöndíjat nyer. Az RTL Klubon hamarosan csillag születik. Szereti a munkáját. Szívás a munkám. Ez ennél megidézem önt tanúként. Majdnem mindig. Beidézem önt a vállóperes tárgyalására. Boldog házat vagyok. Már nem vagy. Hülye fulok. Fiúk. Szerencséje van a nőkkel. Megbízom magát, hogy vigyen egy idézést a férjemnek. Kétszer annyit fizetek. Majdnem mindig. Hajdott csinás. Matthew Perry. Elizabeth Hurley. Egy remek vígjátékban. Pereld a nő. Vasárnap 21 óra 5 perckor. Pezsdítő szórakozást kíván a Törlei Pezsgő pincészet. Blahameontám, égszorti rámám! A hétköznapi hősök visszatérnek. Megátkozok? Akarja, hogy bemossak egyet? Hét rész egy este. Vége az életednek! Sosem tudhatjuk, hogy mi történik velünk. Állj, rendőrség! Lelőtt egy megbilincselt ember. A társa soha többé nem megy visszadolgozni. Harmadik műszak. Kedden 21 óra 15 perckor és 22 óra 15 perckor. Pillanatokon belül férfiak ezrei hevernek a lábuk előtt. Szépek, szexisek és okosak is. Csak a Sóderben. Jönnek az ország legszebb diáklányai. Aztán kezdetét veszi a verseny. Jön a Sóder nagy bőfély versenye. De ki lesz a győztes? Az esti Sóder most folytatódik itt az RTL Klubban. Uraim, a Sóder színpadán három gyönyörű ifjú hölgyet köszönthetek, az idei Miss Universitas győzteseit, három olyan egyetemista leányzót, akik nem csak külső adottságaikkal, de bizonyítványukkal is méltán büszkélkedhetnek. Íme a szépek és okosak, tehát az ország három legszebb egyetemistája, Hutkai Brigitta, Németh Barbara és Pataki Ágnes. Sziasztok! Nem a? Ja, Pári Sándor, parancsoljatok!
azt szeretném azért, ha röviden elmondanátok, hogy mit tanultok, milyen irányba. Én a Budapesti Műszaki Főiskolára járok. Harmadéves marketing, illetve projektmenedzser vagyok. Régen úgy hívták, hogy építésvezető? Még régebben pallér. De az nem baj, csak hogy tudjuk, mert ugye most már a takarítónők sincsenek igényei asszisztensek. Annyi, tehát ez nektek természetes, csak ugye más generáció, tehát kell tájékozódnunk. Barbara, német Barbara. Igen, én andragógia szakos hallgató. Na ezt nem vagyok. Tudom, mi az? Igen, én is először a szótárban néztem meg, de nem találtam. De akkor már fölvettek? De ez, de, nem tudom én se, hogy mi. Pontosan meghatározni még a tanszékvezető sem tudta. Úgyhogy ez de ő vezeti a tanszéket. Igen. Minden alap tantárgyat, tudományt megtanulunk, pszichológia, szociológia, filozófia. Úgyhogy nagyon érdekes, aztán majd a végén kisül, hogy mi lesz belőle. És esetleg már így modellkedsz is, vagy... Igen, fotómodellként szoktam megjelenni. Az alacsonyságom miatt, mivel csak 170 cm vagyok. Az tök jó, az én is annyi vagyok. Patati Ágnes. Én a Budapesti Gazdasági Főiskola kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatója vagyok. Hát csak rengetegen vagytok, ugye? Hát, Ágikám, erre a versenyre bárki jelentkezhetett? Akinek volt diákigazolványa, az igen. Diákigazolvány az feltétel. Tehát aktív tanulónak kell lenni, ez volt az egyedüli kikötés. Nappalin? Igen. Igen, de lehetett levelezős is, tehát az volt a lényeg. Lehetett levelezős is. Jó, ez megnyugtat. Fogadhatlak-e benneteket szívetek mi mértékben ski által foglalt, ha nem miért, nem skinek? Ezt azt hiszem sikerült egyszerűen feltennem. Én már megtaláltam a szívem párját, mégpedig egy vőlegény személyében. Vőlegény! És hol lesz a, vagy még a részletekről nincsen szó? Nincs. Most még próbafekvés. Igen. Barbara, Ágnes. Az én szívem még szabad. Jó tudni. Magas. De magas, szőke, kék szemű fiatal emberek. What's your problem? Igen, és fontos kritérium. De fontos kritérium még ezért. Ezek kritériumok, hogy... Ne, de kicsoda ilyen? Leonardo DiCaprio-szerű ilyen nyálgép? Nem, nem magas. Magasabb? Persze, magas legyen, szőke, kék szemű. Magas, szőke, kék szemű. Udvarias legyen, mivel... Udvarias? Persze a fiatal emberek előszeretettel feledkeznek meg bizonyos... Tényleg? Bunyeszek a srácok? Bunyeszek. Nekem van párom. Két helyes. Éve. Helyes. A Barbie-nak volt egy sztoria kicsit rámenős udvarlókkal, az hogyan esett, és mikor volt? Hát én régen... vagyok a Barbie. Ja, pardon, újra vesszük. Ja, mert ő Brigitta, de azt hittem, csak fél szemmel kell oda néznem. Várjál, újra kezdjük, beszarsz, figyelj! Barbara! Igen. Úgy hallottam. Na, szóval volt valamilyen rámenős udvarló sztorid, ami hát tulajdonképpen aztán majdnem, hogy elég kellemetlenül végződött. Hát szinte minden alkalommal, amikor én szeretnék elmenni szórakozni, akkor rengeteg tolakodó. Igen, mondhatjuk így is, elég sok incidens adódik. A legutóbbi például egy tömegverekedéssel zárult. De hova jársz? Tehát hol vannak ilyen jó tömegverekedések, hogy menjünk mi is? Hát hova megyek? Itt állok 54 évesen, még nem voltam tömegverekedésben. Szóval volt egy nagyon kitartó udvarlom, akinek a találkozását, a közeledését nem vettem jó névvel, ezért odajött egy fiatalember, és nagyon lovagias módon megvédett engem. És akkor sorban jöttek a fiatalemberek, akik engem mind meg akartak védeni, akik aztán egy csoportba gyűltek. És végül összevesztek, hogy ki lesz az, aki engem megvéd. A legjobban megvéd. Én külső szemlőként végül végignéztem a verekedést, ami kitört miattam. Ami miatt a törkez, Isten! Hát, és így ültél itt egy kis pinakoládával, hát nézd, mind miattam verekszik. Ez a sok kis Perna Hajder, mi? Hízott a vájad! Ági, rólad azt hallottam, hogy nálad egy orvos is bepróbálkozott. Biztos nem fizettél vizit miatt.
Franciaországban voltam síelni, és valóban megbetegedtem. Muszáj volt felhívni az orvost, aki fel is jött, megvizsgált, és nemzetközi nyelven elmutogattam neki, hogy mi a bajom. Nem volt temperature perfect. High! Throat ill! Na igen, és akkor... Mi volt ugye, még? Széklet? Kaptam egy injekciót a hátsomba, és... Ezután természetesen én hason feküdtem, mire a nővérem rácsapott egyet a hátsomra, és közölte velem, hogy na, hogy vagyok. Én meg így csak nyögtem egyet, hogy mondom, kösz, most kaptam egy injekciót. Ja, így barátilag megjött, hogy hát dur! No, kérem szépen, hát akkor itt most következik egy kis sóderbéli fejkopogtatás. Most vizsgázatok kell fábriológiából. És lesz valami következménye, ha esetleg nem tudjuk rá? Nem. Ez az. A vizsgázóknak kell esélyegyenlőséget biztosítani. Milyen használják a vietnámi balzsamot? Ezt már hallottam tőled. Igen? De fogalmam sincs. Hát az általában vérbőséget okoz. Itt, itt, ott és amott. Melyik testrésze villant meg a showmannek, amikor kirohant a szobaszaunából? Hát kérem, gondolkozzék. Próbáljon logikusan következtetni. Hát ismeri a showment, nézi a műsorait. Melyik showman? Parancs? Melyik showman? Ja, hogy át... Hát drágám. A kettő. Ez volt a szom, de húzzunk egy harmadat. Ki ez a két gésa, aki a vonaton utazik? Hú! Ezt 120-nál többször nem meséltem el. Két gésa utazik a vonaton, egyik a Gárdonyi gésa, a másik a Jókai Mor. Csókolom. Gratulálok! Ősszel akkor! Igen! Ágnes! Én azt tudtam, hogy kicsoda Ica és Ilonka néni. Igen. Ilonka néni nyilvánvalóan te vagy. Nem? Hát én alakítom, igen, hát mondjuk a szomszédasszonyom, igen. Ica, őt nem tudom név szerint. Köszönjük szépen, Pataki Ágnes, Németh Barbara, Kutkai, Brigitta, ez csak egy játék. Köszönjük szépen, azonnal folytatjuk a nagy vőfős showval. Keressük az ország legszebb diáklányát. Ha 18 és 26 év közötti, nem mindennapi külsővel rendelkező diáklány vagy, és szívesen elvinnéd a fődíjat, várjuk jelentkezésedet az alábbi címeken. Esti Sóder, az ország legszebb diáklánya. Hamarosan az RTL Klubon. Hölgyeim és uraim, itt a nyár, a nagy házasodási szezon, ami régebben persze nem volt úgy, mert nyáron volt ugyebár a munka dandárja, de újabban nyáron házasulnak elsősorban, mi pedig közszolgálati jelleggel elhoztuk önöknek az ország első számú vőféjeit. Hogy ki a legjobb, az természetesen önök döntik majd el. Jöjjön tehát a Sóder nagy vőféj versenye. Mielőtt azonban belecsapnánk a lakodalmi levesbe, kérünk kettő darab vállalkozó szellemű férfi és női nézőt, tehát összesen négyet, akik zsűrizni fognak. Már is így? Ilyen kedv van? Be vannak építve. Jó. Jó. Parancsoljatok. Hát nem kellett kétszer mondani. Szék a miénk? Igen. Köszönöm. Igen. Foglaljatok helyet. És akkor ti kettben? Foglaljatok helyet. Használni lehet ezeket? A kellének. Majd igen. Ha? Igen. 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 Kaptok egy kis kelléket. Jó néz ki ez a piros inger. Hát
csodálatos... Design szemben. Csodálatos szépségű megjelenést biztosít ez neked. Hölgyeim és uraim, a színpadon elsőként Tic Tibor! Hát szép jó estét kívánok mindenkinek! És hát irigyelheti ezt az estét nagyon sok katona, mert most jön a legjobb, a lakodalmi lakoma. Mert jártam a konyhába, megkerestem a fejest, aztán szóltam neki, hogy ennénk egy kis levest. El is készült ez a neves leves, ettől lesz az ifjú pár igazán csak heves. Mert fölött abban halom csirke, kacsatyuk, meg pulyka, és látta ezt egy egész marha csorda. A csorda bikája, annak a szarva meg a farka. Így hát, ha vőlegény megeszi a javát, az éjszaka még akár bikának is gondolhatja magát. Na jó étvágyat kívánok mindenkinek! Megesett ez veled valójában, vagy ezt rendszeresen így ugratásként eljátszátok? Hát igen. Mintha elesnétek. Van, mikor így szivatjuk meg őket, van, mikor úgy, de most éppen ez volt. Most éppen ez volt a tarsolyban. Kérem szépen. Na most én lakodalomhoz híven készültem egy hagyományos lakodalmas játékkal is, mert a legtöbb, amit tudni kell egy hölgynek, nem más, mint a tojás kezelése. A tojást cefet jól kell tudni kezelni. Ennek a dolognak érdekében kérném Sanyi urat, hogy talpaidat tedd ide fel, mind a kettőt. Hova? Ide föl. A talpaimat? Persze. Hát akkor hol ülök? Sehol. Állni fogsz. Állni fogok. Így van. Igen. Ne arra nézd, mert nem falra vetít, előre. Jó? Igen. Petra, léci, lábnyomozd ide. Jól mondom, Petra, ugye? Igen, igen, igen. Egy nagy tapsot neki megérdemli. Szélső kezedbe véve tojást, vigyázni, mert teljesen nyers. Ha eltörik, az a szívás, nem a falát. Na, tehát szélső kezedbe veszed a tojást, Sanyinak a szélső lábán lentről fölfelé elindított nadrágszáron, tojás belül, kész kívül. És az a lényeg, hogy fönn iránycsere, és onnan szabad esésben nem kell, de le lehet vezetni. De a kezemmel? Kezeddel, ezzel végvezeted. Most a dolog, amire közben figyelni kell, hogy amelyik tojás bemegy, az jöjjön ki. Azaz. Belül. A tojás belül. A tojás belül. Itt. Az a nadrágszárba. Belülre tojás. Jézusom. Az, nem Jézusom, tojás. Itt elől érdemes. Elől. Lehet drukkolni. Itt kívül fog meg a tojás, és azaz, vezess végig, fölfelé. Nagyon jó, vedd bele. Hogy mindig a szélső lábnál... Na, megyünk tovább, most már... Túl van a holdponton! Petra még egy kicsit félünk, átteszem a másik oldalra. Na tessék! Igen, már csak önbele! Szokták kérdezni, hogy ugye milyen szövegeket mondunk, meg hogyan, merre, meddig. Na most én nagyjából gyakorlatilag én írom a verseimet. Van is egy nagyon-nagyon tanulságos, nektek is ajánlom figyelmetekbe, meg a Sanyinak is, mert az emberek életútját követi végig, hogyha megnősül az ember 20 és 30 közt, olyan, mint a jófűszeres leves. Ott mondják őrá is, mint a megyére, hogy heves. Mert 30-tól 40-ig, mint a honfoglaló tas. Ott mondják majd rátok is, olyan, mint a vas. 40-től 60-ig jól esik a téli kabátban a bélés. Ott mondják az emberre, mint a megyére, hogy békés.
Mert 60 fölött jön a nyugdíjas kor, hagyjuk hát, hogy amit akar, azt tegye, mert ő akkor is tolna, csak az már nem megye. Köszönöm szépen. Én nagyon-nagyon szeretem a székely embereket. A jó mentalitásuk miatt, az őszintességük miatt mindig kimagyaráznak mindent, de győztesen kerülnek ki a dologból. És ez történt egy ilyen lakodalmi vacsora közben, és a székely családot ült és ette a szájával levest. És a gyerek szürcsőt, esetlen a levest. És ezt mondjuk egy leveshez elmondod? Tehát ez leves, mindig... leves után szoktam, hát ha nem mernek rágni. Igen, igen. És hát aztán a gyerek szürcsőt, leves szürcsőt, ahogy most ti nem tudjátok, elég rágos, de nem baj. És akkor rászott az apja, hogy gyerek, ne szüpültyűjjé! Ne gyerek, csak szüpültyűt a szájával. Az öreg türelmes székely lévén nem szólt el jó 20 percig, de aztán megint rászok. Gyerek! Mondom, ne szüpültyűjjél, mert szájon vágnak, s azt jelent rossz napod van. De gyerek, csak szüpültyűt ezzel. Az öreg egy nagy maflás, de gyereknek jó volt a reflexe. Lehajolt, anyát szájba verte. Na, ugyanígy röhögött ő is. És aztán az öreg meg azért csak kimagyarázta, megmondta, hogy ne rögjé, anyád is szüpültjük. Igen. Igen. Nagyszerű, köszönjük szépen 4-9-3-6. Következő vőfélünk Dékmár Szabolcs. Isten hozott. Halljuk szót, uraim, tisztelt nász nép! Bejöttem sokára, de bíztom, mondhatom, nem jártam hiába. Fiatal marha volt ez, alig 30 éves, kinek húsára vár itt oly sok lélek. Nem volt vele semmi gond, ette az abrakot, míg csak végül a fűbe nem harapott. Nosz a hevenyében bőrét levettem, ezen pörköltet ebből készítettem. Fogadják tőlem, kérem, még meleg, mert jobb, hogyha nem hideg. Jó étvágyat kívánok hozzá! No, hát miféle produkcióval kápráztatjuk el a továbbiakban a publikumot? Kérem szépen, van én nékem egy játékom, ehhez a játékhoz szükségem van nekem 4 kalapra, de a 4 kalaphoz szükségem van talán 4 alávaló emberre is. Mindenki kap egy kalapot, elindul a zene, és mindenkinek a tőle jobb oldalra lévő társának kell túladni rajta. Na, hadd szóljon a mulatság! Adni kell jobbra. Ne legyen ilyen, Ácsi! Tegyük fel, hátra! 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 Gyorsan, kezdjük! Ezzel, akinek tolod a fejekkora! Hopp, 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 gyorsan, 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 gyorsan! Gyorsan, gyorsan! Valakinek nyernie kell, valakinek nyernie kell! Talán, hogy a legmagasabbra jutott még a legmagasabb része. Amilyen egyszerű játék volt, olyan jó volt. Ezt kell, hogy mondjam. Hallgassunk talán valami emlékezetes történetet. Az a helyzet, hogy a vőfét is érheti meglepetés. Én fiatal ledérlányoknak kulcsot osztok ki a nász nép sorai közül, és azoknak egy meghatározott időpontba behirdetjük, hogy a vőlegény már a legény lakásának a kulcsát szeretné mindenkitől visszakérni, aki ezzel rendelkezik. Na hát ott nagyon sok lány, hosszú, szép, kígyózó sorokba tömkelege. Hozzák a kulcsot. Hozzák vissza a kulcsot, puszi fejébe egy-két gondolattal megtűzdelve visszaadják neki. Na most egyszer csak a harmadik lány kiáll, azt mondja, én ezt a kulcsot nem akarom neki visszaadni. Hú, ha mondom. Értik. Nem is adta vissza a kulcsot, és utána tudtam a vőlegényünktől, ha ő bejutott volna abba a sorba, akkor hétfőn akár a vállóperes ügyvédünket is hívhattuk volna. Hát szóval egy valós összefonódás jelentkezett. Megmentettünk egy esélyt ebben a formában. Következzen egy ajándék, táncprodukció.
nyerséges, a zsűri 4x8.32. Nagyon szépen köszönjük, Szabolcs! Következnék Szigligeti Gábor. Transformált muzsikus! Szerencsés jó estét, becses kompánia! Szavamra hallgasson most mindenki, fia! Itten sülteket hoztam számtalan sokfélét, azért köszörülje kiki most a jól a kését, hogy elé csorbítsa a tányérja szélét. Nincsen párja étkek közt a pecsenyének, mert ez vidámságot okoz az elmének. Bort is igyék ám rá, aki eszik ebből, mert aki nem iszik, nagy faranő ettől. Vivált! Most engedjék meg, hogy elmondjak egy történetet. Szóval egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy lakodalom, amelyben nem csak a vőlegény, illetve a mennyasszonynak a cipőjét lopták el, hanem ellopták a vőfénynek a botját is. Én kiálltam a násznép elé, jöttek az elrablók, és azt mondták, hogy ezt ki kell váltania a vőfének. Ez voltam szintén én. És akkor most itt szeretném felkérni Sándort segítségül, illetve igen, akkor a másik mennyasszonyt, hogy jöjjön ide hozzám, és segítsen ebben a feladatban. Kaptam magam elé egy lapostány, illetve egy mélytányért, amit teletöltöttek pezsgővel. Majd azt kérték tőlem, hogy álljak négy kézlábra, és lefetyeljem ki a tányérból a pezsgőt. Ennyit óhajtasz inni, kedves Sándor? Nem, ezt te fogod. Ó, de én leteszem a földre ezt a két tányért, ilyen szép távolságra egymástól, és megkérlek benneteket, hogy legyetek szívesek. Minket? Hát a bégotomat lopták el! Nem. Micsoda! Támaszkodni lehet? Támaszkodni lehet, lehajolni. Igen. Orcánkat belehelyezni a tálba. Az orcánkat belehelyezni, na nem. A tálba, és ki szüpürtyölni. A közönségtől pedig hangos tapsot kérek. Ezzel biztosság, Sándor. Hát nem lehetett, annyit megéreztünk a dologból, hogy nem lehetett egyszerű. Köszönjük szépen, nézzük a pontszámokat. Ó, na végre, jó van. 324 és 9. Gábor, Szigligeti Gábor, gratulálunk, foglalj helyet! Kiderül, hogy ki lesz Magyarország első számú vőfélye. A java még hátra van, az esti sóder azonnal folytatódik az eredményhirdetéssel itt az RTL Klubon. Amit érdemes naggyá tenni. Sejmes ízével az aranyászok emlékezetessé teszi a legapróbb örömeidet is. Aranyászok. Bearanyozza az örömöd. A harmadik Shrek megérkezett a mozikba és a McDonald'sba. Keresd a kódot az akciós poharakon és küldd el SMS-ben a 0630 55 55 551-es számra. Így biztosan a tiéd egy Shrekes tartalom a mobilodra. Igen, csiha! Na megállj, akkor meglegyezek most! Ez digitális. Igazi élmények, igazi szórakozás a T-Kábel digitális csomagjaival, prémium kép- és hangminőségben. Válasszon kedvére! Új előfizetőinknek a set-top box, vagyis a beltéri egység bérleti díját 6 hónapon át elengedjük. T-Kábel. És ön miért van itt? Rátaláltam az első ehető glóriára, és ön? A Philadelphiára, a krémsajtra, ami mindig különlegesen krémes. Hú, ez csodás, tényleg mennyi ilyen krémes. Ki következik? Philadelphia, egy falat mennyország. Vajon Shrek lesz az új király? Vajon Samár újra a régi lesz? Hát hókusz-pókusz, látok egy piperkőc másodrendű mellékállattá! Samár? Itt állok egy szál csizmában! Harmadik Shrek, a mozikban.
Éva? Ő a papám. Örvendek. Én is nagyon. Merre van a mosdó? Arra lenn. Imádok itt lenni. Megújult illatok az Axe-tól. Plusz egy kis. Check it out, everybody, here we go. Stop, stop, keep it jumping off the flow. Bust through the roof, life goes. Stop, keep screaming up the top. When the last time you heard this? P's and you know we don't stop. You know the B-E-B will make you bounce. Demonstrate a new way of getting down. We get down in your town. Where the last phone call around. Stop it on the ground. Fix, az fix. OTP lakáshitellel havi törlesztő részlete több mint 4 évig 5580 forint marad 1 millió forintonként. Most induló banki költségek nélkül igényelheti. Kapd el a ritmust az őrült rétcsirkével. Most van unatúj videókkal, hogy még nagyobb legyen a pörgés. Küld a csirkeszót a 1782-re. Kövesd. Újítsd meg. Bíz benne. Ne add ki túl könnyen, de add bele mindenbe. Öntsd ki valakinek. Tartsd közel szeretteidhez. És bárki is próbálta összetörni, sose félj kitárni. Akár hideg, akár meleg, s még ha kőből is van, vigyázz rá nagyon. Ő a központja mindannak, ami vagy. Bliknők. Legyen a szerencse lapja. Keresse a Bliknők magazint a szerencse számmal. Nyerjen hetente akár 750 ezer forintot, és vigye el a fődíjat egy ideális családi autót. Bliknők, a mi diszkunk. The more I see you. Mindenki azt mutatja meg a világnak, amire igazán büszke. Amiért megdolgozott. Ami csak rá jellemző. Ami a másik nemet beindítja. Ami nagy teljesítmény otthon, vagy egy kicsit messzebb. Amit a természet alkotott. Vagy amit a hely nekem. A mi büszkeségünk a sörünk. Ezért mutatjuk meg teljes szépségében, átlátszó címkével. Olyan fénytelen a hajam a tiédhez képest. A kemény víz miatt van. Mit csinálsz, hogy a tiéd ilyen gyönyörű? Nem én, a Sauma. Újdonság a Schwarzkopftól. Új Sauma kiviragyogás. Hatóanyagai lágyabbá teszik a vizet. Kivi kivonattal az akár 100%-kal fényesebb és 80%-kal erősebb hajért. Szóval ezért áll minden pasi a tesorodban. Új Sauma kiviragyogás vízlágyító hatással a Schwarzkopftól. Professzionális hajápolás önnek. Csak óvatosan azzal az 1000 SMS-sel, amit az új Vitamaxodhoz kapsz ajándékba. Ha a rengeteg SMS mellé még több zenehallgatást tervezel, keresd a Sony Ericsson Walkman mobilokat új Vitamax előfizetéssel, mindössze 19.980 forinttól a Vodafone-nál. Vodafone. Most élhetsz igazán. Exodus elméletét. A bolygó teljes élővilága kipusztul. A kelleténél gyakrabban fordul elő, hogy tévedsz. Ez vagy a legokosabb terv a világ történelemben, vagy a legostobább. Torpedók élesítve. Magma, fellázad a föld. Pénteken 21 óra 15 perckor. Belül.
kiderül, hogy ki lesz Magyarország első számú bőtéje. A java még hátra van, az esti showder most folytatódik itt az RTL Klubban. Most következik Zagyva Rihán. Isten hozott. Tisztelt vendégsereg! Egy kis csendet kérek, engedjék meg, hogy most az ifjú párt köszöntsem. Kedves ifjú pár! Miképpen a szélesen hömpölygő, mélységesen örvénylő, hatalmas és fényes disznózsiradék, a kalap karimáján kisülve annak matériáját megerősítendi, titeket ne így erősítsen meg a szeretet, hanem Isten igazából, az igaz szerelem szerint úgy, miképpen a leánbolondító nóta utolsó hamis hangjánál elájuló leányka sóhajától reszkető gyertyalánk fényénél kalendáriumot betűzgető, deák legényke serkenő bajuszától megbabonázott gazdaszony ölébe csipogó, kicsi csirkecskektől széjjel kapirgált pocogtúrásra hulla mindeneket dorgáló tavaszi egészre! No! Az Úr áldása így szálljon, szállingózzon, szakadozzon le a szívetekre. Szükszavú számból, szapor a szívemből kívánom, de igazán. Éljen az ifjú pár! Ej, te bor, bánd meg bűnödet. Meg kell, hogy táncoltassalak. Óvatosan. Bánd meg bűnödet. Egy kis zenét kérünk hozzá! No, te bor! Megbántad bűnödet? Mert ha nem, mars a börtönödbe. Viszont rögtön szeretném, ha meg is próbálnád ezt a kis játékot. Hát az érdekes lesz. Neked segítségképpen nem rakunk bele bort. Hát akkor mi értelme van? Ja, hogy a pohár! Óvatosan. Igen. És próbáld meg! Vigyázz! Óriás, hát neked kellett volna itt szerepelni helyettem az előbb. Ó, túlzol. És most következik valami fajta lagzis játék, ugye bár? Így van. No. Ez egy papucsesküv, úgyhogy tisztelt vendégek, tisztelt egybegyűltek, tisztelettel jelentem be, hogy itt most előttünk Fábri Sándor esküt tesz ideiglenes arájának. A papucsra. Igen. Fogd a kezedbe ezt a papucsot. Igen. És válasz egy arát, válasz egy... Petrát. Arát. Meg kell vizsgálnom... Meg kell vizsgálnom, alkalmas vagy erre a feladatra. Saját esküvőben vagyok, visszahívla. Igen. Szabad elhatározásodból tépted el a csipkés bugyogóját, hogy aztán térdepelve hervazd el szűzies virágát? Így volt ez? Nem, a bugyi véletlenül szakadt el. A keresetedet teljesen odaadod-e, hogy ő szabadjára vásárolhasson? Nem. Kérlek, mondd utána. Igen. Én. Fábri Sándor. Fábri papucs. Fábri Sándor. Esküszöm a papucsra. Esküszöm a papucsra! Nem iszom, nem nőzök. Nem iszom, nem nőzök. Minden nap én főzök. Minden nap... Együtt főzünk. Gyerekeket pelenkázom. Gyerekeket pelenkázom. És soha vissza nem pofázom. Soha vissza
nem nagyon pofázom. Ha e szavam be nem tartom... Ha e szavam be nem tartom... Az anyóson vágjon szájon. Az anyóson vágjon tarkón. Jobb. Ja, jobb. Jobb rímben. Az esküm, hogy hiteles legyen. Az esküm, hogy hiteles legyen. Az ágyunk fölé helyezem. A papucsot? A szöveget, amit mindjárt át is adok. Igen, hogy az eskü hiteles legyen, ágyunk fölé helyezem. Igen. És akkor következzék egy bodrog közi verbunk, ugye jól mondom? Ez a kis világdíszítés, de ez nem baj, izgatottan várjuk a pontokat. Uh-huh. Hát éles a harc, 3x9 és 8. Nagyon szépen köszönjük, Zagyva Rihárd, foglalj helyet, mai utolsó versenyzőnk, Kádár Ignác. Itt van a finom lisztből készült sütemény, nincs ebbe se mustár, se gyömbér, se kömény. Na. Cukorral elegyítve nem is igen kemény, aki ebből eszik, nem bántja a köszvény. Szereti is ezt minden asszonyféle, a leányok se tudnak betelni vele. A férfi ember is igencsak szereti. Tessék hát uraim, lássanak csak neki. Éljen mindenki, de éljen az új pár! Különös produkció létezik. Hát azt gondoltam, hozzád. Hát ez itt nálunk széria felszerelés a különlegesség. Most úgy gondoltam, hogy felkérlek egy rövid tiszteletbeli vőfésségre. Jó. És majd te fogod köszönteni a... Kiválasztasz egy új párt magadnak, és te fogod még köszönteni. Újabbat a kettő? A kettő közül egyet. Igen, most őket fogom. Most őket fogom. Igen. Jó. Hoztam neked egy lufit. Na egy vállal is lépett. Beszívod, és mondod utánam a szöveget. Jó. Időre. Kedves ifjú pár, kik most egymásé lettetek. Kedves ifjú pár! Kik most egymásé lettetek? Ja, az a vicc benne, hogy a hangom elváltozott a gáztól ezerőktől. Hit, remény, szeretet, töltse be szívetek! Hit, remény, szeretet, töltse be szívetek! Jó. De mi ez? Mi ez? Ez valami gáz? Hélium? Hélium? Két fekete holló ássa ki szemetek. Várjál, cipkázok még. Két fekete holló ássa ki szívetek. De miért mondasz nekik ilyen? Szemetek! De miért mondunk ilyeneket nekik? Ez hülye szakma ez a vőfés szakma. Ahogy akarjátok, úgy teljen éltetek. Ahogy akarjátok, úgy teljen éltetek. Sok boldogságot! Az a baj, ez pár évre most így marad. Nem érdekes. Nincs ilyen. Gratulálok! Tessék parancsolni! Tic Tibor 36 pont, Dékmár Szabolcs 32 pont, Szigligeti Gábor 33 pont, Zagyva Rihárd 35 pont, és Kádár Ignác 37 pont. Hey! Természetesen nézőink is szavazhatnak. Nézőink is szavazhatnak, szavazataikat Emilben adhatják le, magyarán drótposta. Következő adásunkban pedig kiderülhet, ki a nyertes. Végezetül a vőfélyek készültek egy közös produkcióval.
csak önöknek az Esti Sóder színpadán. Fábri Sándor tiszteletbeli vőféjjel a vőfékommandó elénekel egy bordalt. De nem, hát az érdekes lesz. Ja Istenem, tégy egy csodát, változtass borából rá a tiszát. A tisza a borból volna, a szívemnek semmi baja se volna. A tisza a borból volna, a szívemnek semmi baja se volna. Na hát oké, és uraim, Magyarország legnépszerűbb vőfélyei közül láttak egy metszetet, fogalmazzunk így, de váltsuk meg a többi vőfét, ugye már. Köszönjük szépen, most pedig azonnal folytatjuk Jerikó Attilával. Következő vendégem az a fiatalember, aki az első amatőr magyar hegymászóként néhány hete sikeresen felért a világ tetejére. Megmászta a 8848 méter magas Mount Everestet, más néven Csomó Lungmát. Tette mindezt elegáns lazasággal, mint egy hobbiból, csak úgy mellékesen. Ugyanis az úr főállásban egy hazai pénzintézetnél deviza árfolyamokat elemez. Szörnyen hangzik. Hölgyeim és uraim, a Sóder színpadán Jelinkó Attila! Kedves Attila, mindenek előtt gratulálok, nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Amikor én az újságban ezt megolvastam, nekem jól kezdődött a napom, és ez mostanában éppen az újságolvasás kapcsán nagyon ritkán fordul elő. Hát nem tűz hegymászónak, tehát találkoztunk, ugye, hát nekem mert ami az újságban fotók megjelentek, ott volt talán egy kis szakállad, meg igen, ott mégis egy ilyen expeditívebb figura, de hogy egy ilyen törékeny, vékony, bár ugye az idősek a hadifogságról azt mesélik, hogy az ilyen típusú szíjas emberek jöttek vissza a Donkanyarba. A magashegyi mászók között nem ritka az, hogy jó, ha pici. 1,80. Jó, ha pici, igen, általában. Mi volt a felkészülési módszered? Mert az is azért azt hiszem elég különleges. Igen. Hiszen te egy komoly irodában dolgozol, gondolom milyen öltönyös. Hát én egy jó ideje, hogy egy jó évig én bokasúlyokkal jártam be dolgozni, tehát a vasolt nadrág alatt mindig óránként leszaladtam a pincébe, és utána felszaladtam a 8. emeletre, ez egy 10 emeletű szint, és ezt háromszor ismételgettem óránként. Egy idő után már úgy furcsán néztek, ugye főleg a felső szinten vannak a karbantartók, ők már így furcsán néztek rám, mikor egy óránként megjelent egy fiatalember, egy kicsit lihegve, kicsit izzadva, és a legfelső szinten megnyomta a lefele gombot. És mindezt öltönyben? Ezt mindezt öltönyben, nyakkendőben, igen. Van itt egy vizes kanna, ez is szerepet játszott a te felkészülésedben. A János helyre gyakran felcipeltem. Hát elbe beteg vagy. Tettél a lábadra is egy ilyen kis nehezéket, az hol van, meg tudjuk, igen, mutatni? Itt van nálam. Ezt én gyógytornából nagyon jól ismerem. Van nekem is. Az anyád. Na, igen? Tehát fogtad de. Ó, az igen, ez. És ez a lábizmaidat erősíti, ugye nyilván, és az egész főleg fölfelé. Ez nekem megvan a plusz súlytól. Tehát tulajdonképpen rajtam vannak ilyen nem tépőzárral felrakható plusz súlyok. Tehát tulajdonképpen ez is tréningnek minősíthető. Na, rakd bele, megpróbálom. Van ám egy kis súlya, ez egy jó 25 kiló. Ez megjárta a Mount Everestet, ez a hátizsák? Ez vagy? Megjárta, igen. Ez megjárta. Ez megszabad. Van bukéja, mert még nem egészen. Hát milyen érzés, nem, hogy ez volt a világ tetején? Nem, hát ez izgalmas. Not fair. Na. De hát ott persze a serp... Oh, you kidding, man? Ez az.
Fú! Jó érzés. Te, és ez megfelel nagyjából a felszerelésed súlyának, vagy a súlyosabb? Ez körülbelül megfelel a felszerelés súlyának. Megfelel? Igen, 20-30 kiló között. Oh, man. Ingadozik. Megnézzük ezeket. Ez mi? Ez alvó cipő? Ez a papucs? Igen, ez a tábori papucs, hogy a táborban nem hordjuk a nagy bakancsunkat, hanem hagyjuk száradni. És tábori papucs, ez isteni. Ebben járkálunk. Antiglisz, ugye, és tollal. Antiglisz, havon, jégen, bárhol lehet vele járkálni. De jó. Nagyon jó. Ilonka néninek majdnem hasonló van, csak az egy levágott kalucsni, és rá van húzva egy zokni. Azt egyébként nyilván te is tudod, mint józan paraszti módszer. Ennek a teljesítménynek mennyi része lelki? A legtöbb ilyen magas egy expedíció, az szerintem 60-70%-ban a fejben dől el. Nagyon sokan azért adják fel, mert lelkileg, szellemileg nincsenek már abban az állapotban, hogy ezt folytathassák. Próbáltam kerülni például a telefonhívást haza a szüleimnek is. Mert hát a szüleidnek meg sem mondtad, te perna hajt el. Hát a szüleimnek azt mondtam, hogy ne fába. A szegény anyád be is zárt volna a Spice-ba, ha ő tudja, hogy te hova mész. Ugye azt mondta, elmegyek Nepálba kirándulni. Ja, a Mont Everestre, csak ezt elfelejtetted ugye szegényekkel közölni. Igen, hát. Jó, a vállalkozásodban ugye a másik szép, hogy hát ezt gyakorlatilag magad finanszíroztad, ugye ezt az utat többék. Hát erre én összespóroltam a pénzt, hát én már egy ideje azért spórolok erre, egy gyermekkori álmom nekem az, hogy én eljussak az Everestre. Ez mióta? Hát, pici gyerekkorom óta nekem az ez nagy álmom, amikor először kiolvastam a térképet, hogy csomolunk ma 8848, nekem azóta ez nagy álmom. És hát, ugye valaki autóra gyűjt, nekem nem egy új autó. Neked az életben csomó minden más, nem annyira fontos. Nekem az nagyságrendben itt milyen összegről beszélünk, mondhatunk-e? Nem pontos ezt szám. És egy olcsóbb alapkategóriai autónak az ára egyébként, mondjuk egy alapfelszereltségű Ford Focus. ...nak az árából, be lehet jó, szóval körülbelül, jó, na ez most van ez a bizonyos magassági betegség, ugye, amikor így, ilyen kvázi önkívületi állapotba kerülnek, és ön és közveszélyesek lesznek a pasasok. Jellegzetes az, hogy össze-vissza beszél a mászó, lelassulnak a gondolatai, mondjuk a cipőjét egy órán keresztül fűz és nem veszi észre, és ugye bárki azt meri neki mondani, hogy neked, barátom, magassági betegséged van, akkor tagad. Hát, nekem már hát ez az ittassággal kísérteties párhuzamosságokat mutat, nem? Na jó, hát ez nem tréfa. Hát akkor hogyan indult a csúcstámadás? Na hát a csúcstámadás az, hát ezzel az oxigénpalackkal indult. Igen. Nekem volt 6 darab palackom. Ugye 9 órakor kilöptem a zsákomat az ajtón, hátramentem, az oxigénpalackok sehol. 8400 méteren derült ki az első palasz cserénél. Egyik serpa elővette egy zsírúj palackot. És hát zsírúj palasz, rá van írva a nevem, ugye Jelinko Attila, persze, becsavarta magának. Mondom, hogy nagyon jó. Rajtam kívül mindenki másnak, más az én palackémet használta. De ilyenkor a jégcsákányodat miért nem üzemeltetted a fején szélsebesen? Hát vagy. Le voltam gyengülve egy kicsit, úgyhogy én tartalékoltam. De hogy az Istenben nem szóltál? Nem, mert nem volt erőt szólni a paliknak? Szóltam, persze. Úgy szólt, csak mit mondott, hogy? Mondta, hogy sorry. Ugye nem, hogy keveset beszélünk. De hát remélem, tehát... valami gázsilevonást életbe léptettél. Te itt az alaptábor, látjuk itt közben, föltűnt egy fotó. Ez az a tábor, amiről... Ez az egyes tábor, ez az egyes gletszeren van, igen. Az, de az mennyi? Akkor az még az olyan 6000? 6100 méteren van. Uh-huh. Ez a hármas táborban vagyunk. Itt látszik, itt már romlik az idő. Azt pedig, amit ott látunk, az egy ausztrál sajt, amit én vittem. És egy magyar szalámi, amit pedig a Pó hozott Ausztráliából. Ilyen a globalizáció! És ez ott derült ki fönn? Ez ott a kettős táborban. Jézus Mária! Na itt mi van? Ez a kumbui égesés, hát ezek a létrák elég ijesztőek egyébként. Ezt úgy tehát ez alatt több száz méteres mélység van? Ez alatt egy, igen, több száz, hát mondjuk, hogy 100 méter. Hát elég az, méter, tehát annál igen. Több, utána a többi 800, az már mindegy. Tehát mutasd meg a zászlót! Hát ez az az ászló, amit végül sikerült felvinnünk az Everest csúcsára. Ezt is ajánlottuk jótékonysági célra egy árverésre. Az ebből befolyt bevételt szeretnénk jótékonysági célokra fordítani. Ennek a fele menne a hegymászóklubomnak, hogy ezzel is segítsük az új generáció. Igen. Feljövetelét és a természet szeretetét, és a másik fel az pedig a nepáli betegek támogatására.
fog menni. Amikor 8400-nál megláttad a palackot Attila felirattal, akkor te már tudtad, hogy föl fogsz menni? Vagy ezt mikor tudod, hogy megcsináltam? Ugye 9 óráról van szó, hajnalban indultok. Így igaz. Én tudtam végig. Tudtad végig? Igen, én szerettem volna tudni, igen. És így is éreztem. Oh man! De, és mi történt a csúcson? Iszonyatos szélvihar fogadott minket. És hát az extázis, az a csúcsélmény, amit én már annyiszor éreztem csúcsokon korábban is, az most az Everest esetében nálam teljesen elmaradt. Elmaradt? Igen. Honnan lehet azt biztosan tudni, hogy ti fönn voltatok? Ezt ilyenkor ki igazolja? Most érted, mert Gagarinról is megosztanak a vélemények, hogy mondjak egy nagyobb dolgot. Készül egy csúcsfotó, ugye, ami elég jól beazonosítható. És ott fönt mennyi hely van? Ott már nem sok, ugye? Nem sok hely van, ez az egész egy nappali méretű körülbelül a csúcs. Egy nappali méretű? Igen, de mondjuk ezen a nappali méret területen az én napomon ott legalább 20-an tolongtak. Ne vitted! Jó idő volt, mi? Nagyon rövid volt az időjárás ablak. Összesen, tehát 17-en kezdődött. És felsétáltak a nepáliak egy picit. Egyébként igen. Érted, mint mi a János hegyre, érted? A drágább jó idő, szóval felsétálunk. No, akkor mennyi időt töltöttetek fönt? Körülbelül 10 percet töltöttünk fönt. Valószínűleg ez is egy veszélyforrás, nem? Hogy fölmész és bedobod a Hawaii gombot, hogy hey, bá, on the top, szipolkázod ezt a kitűnő oxigént, és akkor ott eltöltesz, mint egy fél napot. Így van, hát ez extázis az, ami aztán a mászokat veszélybe sodorja. Lefelé ez majdnem sikerült is, ugye? Az hogy volt? Igen, hát ugye ezekre a híres koreai kötelekre támaszkodva ereszkedtem én lefelé, akkor a kötélembe, amin ereszkedtem, az ilyen elpattant a kezembe. Egyetlen szerencsém volt, hogy valamiért azon a szakaszon én hozzáfogtam az a kötélhez még egy kötelet, tehát egy második kötelet. Valami belső parancsnak engedelmeskedve. Igen, ugye zuhantam is egy 3-4 métert, és hát nem volt a másik kötél bekötve sehova. Tehát az volt a szerencsém, hogy tényleg volt még annyi erő a kezembe, hogy kesztyűm keresztül is meg tudtam fogni ezt a kötelet, és végül sikerült magamat megállítani. És ha nem, akkor mi történik? Hát ha nem, hát mikor lenéztem, akkor azért így el is döbbentem, hiszen ugyanazon a helyen voltam, ahol néhány nappal korábban egy másik mászó halálra zuhant. Egyébként pont a szemünk előtt, mi a hármas táborból pont láttuk ezt a szakaszt. És a szemetek láttára? És konkrétan a szemünk láttára zuhant halálra. Mi feladatunk volt az is, hogy ellenőrizzük, hogy életben van-e még a mászó. Uh-huh. Ugye, hogyha életben van, akkor mentés. Kedves Attila! Az se jó, ha késő jön a siker, az se jó, ha túl hamar. Hát hova a fenébe mész még? Hát fölmentél a világ legmagasabb hegyére, és hát most kikére, szóval lehet, hogy kiégtél, mint Koplárovics Béla, ugye, aki a 89. percben üstökösként bevágta a Manchester Unitednek a labdát. Milyen terveket? Akkor próbálod majd esetleg palack nélkül, vagy nem tudom, kézen? Ugye hát az Everest a legmagasabb hegy a világon, de korán sem a legnehezebb. Nem a legnehezebb. Vannak ennél nehezebb csúcsok, tehát például Erős Zsolt ugye most a K2 felé tart talán most már. Mikor az amerikai, azt hiszem a Holdon járt, mikor Neil Armstrong lejött és kérdezték, hogy mire vágyik, és azt mondta, hogy good shave. Ugye meg akart barotválkozni. De neked volt ilyen vágyad, mikor 2 hónap után hazaértél? Volt ilyen vágyam, igen, és rögtön meg is ejtettem. No. Az első dolgom, amikor hazaértem, az volt, hogy ettem egy finom gulyáslevest. Magyar kenyérrel. Egy magyar kenyérrel. Kedves Attila, nagy-nagy örömöt szereztél nekünk, gratulálok, és kívánom, hogy érj el még, amit lehet. Na kérem. Most némi kis reklám következik, és azonnal folytatjuk a Quimby-vel. Az Esti Showder azonnal folytatódik a fináléval, itt az RTL Klubban. Ha ön vagy közeli ismerőse nagypapa és korát meghazudtoló hobbival, képességgel rendelkezik, vagy különleges mutatványra képes, amelyet szívesen bemutatna Fábri Sándornak, várjuk jelentkezését az alábbi címeken. Szuper Papi Show, csak a Showderben. Hamarosan az RTL Klubban. Egy ország nézte. A show folytatódik. A legnagyobb sztárok, a legképtelenebb produkciók, elképesztő különkiadások. Vadonatúj epizódokkal az RTL Klubban. Légy
létezik egy csodálatos cselegenda a sörfőzők székéről. A régi idők sörfőző mesterei közül az bizonyult a legjobbnak, aki ez a legjobban ragaszkodott a sörfőzők széke. Ám egy ízben egy kecske is segítette a döntést, és azóta a mi sörünk jelképévé vált. Így leltek rá a legremekebb csesörre. Kozel. Kecsesebb lett, te cseremek! Tomi vagyok. 5 éven belül felszedek 20 kilót, de 1 éven belül 20%-kal több lesz a fizetésem, mint most. És lesz 2 szép gyerekünk, Marika és Lacika. Na, eszünk valamit? Egy társ nem lehet ilyen kiszámítható. Nem. De az új Vodafone Fix előfizetésedtől elvárhatod. Perc és SMS egyben egyszerű kiszámítható csomagokban. Beszéljetek egymás között 0 forintért 1 éven át 2 új akciós előfizetéssel. Ráadásul most 2 Sony Ericsson K510i-t is kaptok egy áráért. Vodafone. Most élhetsz igazán. Az élet habos oldala. Gyere! Gyere, gyere, gyere! Mama, megszerelte! Ügyes vagy! De a pólód, hát ennek annyi? Ecetes olló! Komolyan! Ugyancsak vicceltem, bioponkolor kell ide! A bioponkolor még az olajfoltokat is eltávolítja a szálak közül, hogy a ruha tiszta legyen, és a színek is ragyogjanak. Á, tiszta és a ragyogó a színe. A bioponkolorral. Csava! Gyere csak! Nehogy meg! Bioponkolor. Tisztaság belül, ragyogó színek kívül. A Biopon 40 éves. Születésnapi termékeink most 15% ráadással. Jó estét kívánok, István Dániel vagyok a Reflektor információival. Fodor Zsóka anyukája 100. születésnapját ünnepelte. A barátok közt Magdi anyusa egy meglepetés bulit szervezett mamájának, akit a család barátai és rokonai köszöntöttek. Zsóka egy gyűrűvel is kedveskedett édesanyjának, amivel az összetartozásukat fejezte ki. Szabó Győző új szerepben próbálta ki magát. A színész egy napra recepciósnak állt egy szállodában. Bár Győző élvezte az új feladatot, bevallotta, ennyi épp elég volt belőle, és inkább marad a jól bevált szakmájánál. Ördög Nóra szereti a Balatont, Zamárdiban biciklire pattant és felkereste azt a kilátót, ahonnan szinte az egész északi partot be lehet látni. Nóri szívesen töltene több időt a magyar tenger mellett, ahol a legjobban a kertészkedés lazítaná előtt. Óriási nyeremények várnak önökre, ha tudják, mit ajándékozott Fodor Zsóka 100 éves anyukájának. Gyűrűt, nyakláncot, karkötőt? Küldje a helyes válasz betűjelét SMS-ben a 0-91-222-221-es számra. Nyerhet ezen a héten egy Titán Extra Light bőröntettet, egy Whirlpool 6. érzékű hűtőszekrényt a Whirlpool Magyarország Kft-től. Ebben a hónapban egy exkluzív fürdőszoba összeállítást a Bricosor Hungária Kft. Felajánlásával. És a negyedév végén egy 500.000 forint értékű lakossági folyószámla csomagot a hozzátartozó bankkártyával együtt a Questortól. Elvette a főváros a pénzt, bezár a speciális óvoda. Most is szobában mehetnek. Családok kálváriája egy hiányos törvény miatt. Otthonban biztos, hogy nem fogom adni, mert én intézetben nőttem föl. Napos óvodába bevinni, kihozni, nagyon nehéz. Pár hónap alatt eltűnnek. Nem tudjuk nyomon követni a sorsukat. A városvezető segítséget ígér, de vajon elég-e ez a szülőknek? Házon kívül, ma az esti sóder után. Az elmúlt évek legsúlyosabb balesetét túlélte a lengyel Robert Kubica. Az eset után a mezőny Indianapolisba utazik, ahol az utóbbi 3 évben szintén komoly balesetek voltak. A pilóták nem lehetnek nyugodtak, egy újabb veszélyes pálya következik. Forma 1-es amerikai nagydíj, időmérő edzés szombaton élőben 19 órakor, futam vasárnap élőben 19 órakor az RTL Klubon. 4 magyar boxoló egy estén Budapestről. Erdei Zsolt George Blades ellen a WBO világbajnoki címéért. Hidvégi György a WBF övéért. Valamint keményöklű Balzsai Károly és Bedák Zsolt összecsapásai szombaton 20 óra 10 perckor az RTL Klubon.
Ne hagyd otthon a tehetséged, jelentkezz! Bármit megmutathatsz, amiben igazán jó vagy. Küldd, hogy csillag születik a 0620 555 22 22-es telefonszámra, vagy kattints az rtl.hu/csillagszületik oldalra. A tehetségkutató szóműsor legjobbja egy éven át havi 1 millió forintos ösztöndíjat nyer. Az RTL Klubon hamarosan csillag születik. Tehetséges, méltán népszerű kultúrzenekar, a Quimby. Most olyan könnyű minden, szinte csak semmi tart. Kutyákat elengedtem, és forgó szél elvitte a vihar. Haladtunk a tenger, szemben a nap zuhan. Nyeljük a csíkokat, és a világ fajka szellőként suhan. Végoszló angyal a magasban, öffen nincs baj, nincs harag van. Senkivel kidurva zúgják a fákon a kabócák, hogy láss csodát, láss az ercsolát. Láss az ercsolát. Vállamra ördögül, valahol elpöckölöm az élet jobb híján. Egyedül, autó egy szerventinen, aki tudja merre tart. Kócos kis romantika a dejfogával, a szívemben martékozó angyal a magasban. Töffen nincs baj, nincs haragban, senkivel. Kidurva zúgják a fákon a kabócák, hogy láss csodát, láss az ercsodát. Láss az ercsodát. A Quimby, köszönöm vendégeimnek, Putkai Brigittának, Németh Barbarának, Pataki Ágnesnek, Tisz Tibornak, Zagyva Rihárdnak, Dékmár Szabolcsnak, Tigligeti Gábornak, valamint Kádár Ignácnak és Jelinkó Attilának, hogy amit mondani szoktuk, jelenlétükkel emelték a mai estvényét. Önöknek köszönöm, hogy a mai estét is velünk töltötték. Igen, remélem, hogy nem döntöttek rosszul. Találkozunk 2 hét múlva, ugyanitt, ugyanebben az időben, ugyanezen a csatornán.
Most aludjanak jól, álmodjanak szépeket, kezeket a paplan fölé éljenek a csajok. Továbbra se éljanak kosatlan gyümölcslevet, és ne feledjék, hogy Beethoven a zene mozsákja. Jó éjszakát, köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim! Önök Magyarország legnézettebb showműsora, az Esti Show der 179. adását látták. Köszönjük, hogy ismét minket választottak. Jó éjszakát kívánunk! A műsor támogatója a Brokernet. Brokernet. Iránytű a pénzügyekben. A show pesgését a Veritas Gold támogatja. Stábunk és meghívott vendégeink utazásainál a kényelmet a Mandarina Duck táskái biztosították. Ruházati partnerünk a Retro Jeans. Hiszünk benne. A műsor és vendégeinek biztonságáról az Őrmester Távfelügyeleti Szolgálat gondoskodik. Munkatársaink a Taxi 2000-rel utaznak. A műsor szélessávú internet kapcsolatát a TV-net biztosítja. Sláger Rádió. Minden idők legnagyobb slágerei. A műsor média támogatója a Metro Hír Újság. Káosz, késés és sorállás a vasúton. Együtt vonatoztunk a képviselővel, aki szerint visszajárna a pénz, ha késik a vonat. Mit szól ehhez a MÁV? Jó estét kívánok, ezek az RTL Klub hírei késő este. A független hírügynökség információi szerint a napokban távozhat posztjáról a kancellária miniszter. Szilvási György a hírügynökségnek azt mondta, három lehetőség merült fel a jövőjével kapcsolatban. A polgári titkosszolgálatok vezetése, az újonnan létrejövő nemzeti vagyonkezelő ZRT irányítása, vagy a kormányzati informatika vezetése. Helyére egyébként Kis Péter jelenlegi szociális és munkaügyi miniszter kerülhet. Gyurcsány Ferenc mindenre úgy reagált, Szilvási távozása akkor lesz tény, amikor ő azt bejelenti. Kóka János az RTL Klub kérésére sem mutatja be azt a számlát, amely az SZDSZ-es politikus egy februári rendezvényén készülhetett. A számlát azért szerettük volna megnézni, hogy kiderüljön, a kormánypárti politikus vagy munkatársai az adózási szabályok betartásával rendezték-e a társaság fogyasztását, és a rendezvény után az áfás összeget fizették-e meg, vagy csak a számla nélküli nettó összeget. Kóka János azt mondta, a számlaügy régóta forog a sajtóban, de ha konkrét gyanú merül fel, és azt bizonyítékokkal is alátámasztják, meg fogja védeni az igazát. Egyéves az Öszödi beszéd, ezzel a címmel rendezett vitanapot a parlamentben a Fidesz, amelyen Gyurcsány Ferenc tartalmi finomításokkal ugyan, de elismételte híressé vált beszédét. Sok hallgatója nem volt, miután a Fidesz frakció kivonult saját vitanapjáról. A miniszterelnök ezúttal nem használt trágár kifejezéseket, és azt mondta, az elmúlt egy-másfél évet az egész politikai elit hazudta végig, és hogy nem csináltak semmit az elmúlt négy évben, ami a szerkezeti reformokat illeti. A fideszes Navracsics Tibor szerint Gyurcsány Ferenc nevéhez fűződik a politikai hazugság iparszerű használatának meghonosítása a magyar politikában, és az Öszödi beszéd rendkívül nagy károkat okozott az egész magyar politika megítélésében. Egy biztosító, több pénztár. Ez a javaslata az MSZP-nek az egészségbiztosítási rendszer átalakítására. Ez azt jelenti, hogy az MSZP megtartaná a jelenlegi országos egészségbiztosítási pénztárt, viszont a régiókba beengedné a magánbiztosítókat. Velük csak az kötne szerződést, aki akar. Az SZDSZ üdvözli az MSZP javaslatát, Mikola István a Fidesz egészségpolitikusa viszont trójai falóhoz hasonlította azt. 6-7 helyett 3 hónapot is várniuk kell azoknak a pároknak, akik Lombik Baby programban szeretnének részt venni. A fővárosban idén 400-zal kevesebb beavatkozást végeznek. A minisztérium és a fővárosi önkormányzat közben vitázik azon, kinek kellene megoldania a problémát. A gyorsan számolt, pedig 5% kiesés. Laborci Éva, a Lombik Baba Közhasznú Alapítvány alelnöke azt magyarázza, mennyivel csökkentették a beavatkozásokat április óta. A meddő párok kétségbeesve keresik meg őket, mert sok helyen háromszorosára nőtt a várólista néhány hónap alatt. Olyan is előfordul, hogy valakinek márciusban volt a konzultációra, konzultáció az intézményen, az első konzultáció, megbeszélik, hogy mi a teendő, mi a probléma, stb.
és októberre kaptak stimulációra időpontot, tehát amikor maga a gyógyszeres kezelés elkezdődhet. Azóta nőtt néhány hétről 3-6 hónapra a Lombik program várakozási ideje, mióta a Nyíró Gyula kórházban a reformok miatt megszűnt a kezelés, így az országban 400-al kevesebb beavatkozásra van lehetőség. Az egészségügyi államtitkár szerint a 400 beavatkozásra továbbra is megvan a pénz, csak kórház kell, ahol ezt elvégzik. A 400 lehetőség szűnt meg, hanem effektíve a Nyíró Gyula kórházban végzett beavatkozások szűntek meg. Új helyről a minisztérium szerint a fővárosi kórházak fenntartójának, vagyis a fővárosi önkormányzatnak kellene gondoskodnia. Természetesen megkerestük a fővárosi önkormányzat egészségügyi bizottságát is. Ők nem akartak nyilatkozni, de szerintük a helyzetért az egészségügyi minisztérium a felelős, neki kéne ezt megoldaniuk. Szakemberek szerint, ha a helyzet változatlan marad, akkor jövőre körülbelül 150-nel kevesebb gyerek születhet a Lombik program segítségével. Szívrohamban meghalt Kurt Waldheim volt osztrák elnök és egykori ENSZ főtitkár. 1972 és 1981 között volt a világszervezet főtitkára. 1986-ban lett Ausztria államfője egészen 1992-ig. A sajtóban akkoriban megjelent leleplezések nyomán kénytelen volt elismerni, hogy a náci hadsereg tisztjeként a Balkánon szolgált. Azt azonban tagadta, hogy elkövetett volna háborús büntetteket. Sok országban ennek ellenére nem kívánatos személyé vált. Kurt Waldheim 88 éves volt. Továbbra is dolgoznak azok a rendőrök, akiket azzal vádol egy 46 éves téglási férfi, hogy brutálisan megverték hétfőn a Hajdúhadházi rendőrkapitányságon. Kozma János alezredes Hajdúhadház rendőrkapitánya csütörtökön azt mondta a független hírügynökségnek, hogy kollégái jogszerűen intézkedtek és jól dolgoznak, semmi sem indokolja felfüggesztésüket. Hogy pontosan hogyan sérült meg a férfi, azt továbbra sem árulja el a rendőrség, azt viszont cáfolják, hogy a jelenleg is intenzív osztályon ápolt férfi a kapitányság épületében esett le egy székről. Ezek voltak a hírek mára, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, jó éjszakát!